Komposztáló szépségversenyt szerveznek csíki civilek. A Határátlépők Egyesület, valamint a Sasfészek Kézműves Udvar nevű civil szervezetek ötlete nyomán létrejött egyedi verseny október 15-én kezdődött. A benevezők november 15-éig jelentkezhetnek saját komposztjukról készült fotóval. Ott vannak a pici segédek, bárhol, ahol. A segédek a komposzt lebontásában és a humusz kialakításában pótolhatatlan munkát végző giriszták szerepét magyarázza Potyó Judit. A csíki komposztálók mozgalmának egyik alapítója nagyon szeretné, ha sokan megismernék és megértenék a komposztálási folyamat szerepét. Ezért is találták ki más civilekkel közösen a komposzt szépségversenyt. A komposztversenyt a népszerűsítésért szervezzük, tehát a komposztálást szeretnénk minél nagyobb körben reklámozni, népszerűsíteni, hogy minél többen fogjanak neki komposztálni, ne égessék az avart, hanem hát értékes humuszt készítsenek belőle. A rendhagyó szépségverseny október 15-én kezdődött, november 15-éig tart. A Határátlépők Egyesület és a Sasfészek Kézműves Udvar komposztálás népszerűsítő megmérettetésére, a regisztrációs űrlap kitöltésével és a komposztról készült kép beküldésével bárki nevezhet. Itt vannak például. Ők nem azok a földi giliszták, akik kiszoktak mászni eső után. Ők a tömbházban, konyhában, szeméttároló mellett élő segédek. Mert komposztálni nem csak az udvaron lehet, árulta el a giliszták tulajdonosa. Az így készült komposzt felhasználható a cserepes virágokra, ettől erősebbek, szebbek lesznek a növények. Ezt a fajta komposztot bárki elkészítheti, így a tömbházlakók sincsenek kizárva a versenyből. A komposztálással lehet úgy igazán megérteni ezt a körforgást, ezt a folyamatot, ami zajlik a természetben, vagy a saját kertünkben is, hogy minden visszakerül és újra felhasználódik, hogy egyrészt maga a komposzt is hasznos, ugyanakkor így átérzed, hogy minden, amit teszel, annak van egy következménye, fel tudod használni esetleg, ha meg máshová dobtad, akkor hiány lép fel a kertben. Úgyhogy ezért gondolom, hogy akár a permakultúráról beszélünk, a komposztálás így az én szememben mindennek az alapja. A szépségversenyre beküldött komposztról készült fotókat a civil szervezetek közösségi oldalain teszik közzé. A legtöbb kedvelést begyűjtő fotók lesznek november közepén a nyertesek.